Három évfordulóval, 6 kiállítással és kedvezményekkel várja az újranyitást a Herman Otto Múzeum. A járványhelyzet miatt azt még nem lehet tudni, hogy mikor nyithatnak ki megint a kulturális intézmények, de a tárlatok már készülnek a múzeum kiállítótereiben. 25 évvel ezelőtt nyílt a Színész Múzeum. A kiállítótér teátrumi tematikában nyújt élményt minden korosztály számára. Jelenleg a múzeum a járvány miatt zárva tart, de a visszatérésre már nagyon készülnek. Többek között három új színházi mesével. Olyan neves szerzőktől, mint Kék Kovács, Mara színésznő, Lőrinc Katalin, táncpedagógus, táncművész és Galántai Csaba, bábtörténész alkottak nekünk újabb beavató meséket. És természetesen lesz előadássorozat is, a Páholy 25, amelyben jól ismert, szeretett miskolci előadók tartanak majd izgalmas művelődéstörténeti előadásokat. A Színész Múzeum mellett évfordulót ünnepel a Miskolci Művésztelep is. A festőművészeti iskolát 100 évvel ezelőtt alapították. Ezt neves művészekkel és a telep működtetőivel ünnepli majd a múzeum. 130 évvel ezelőtt pedig az őskőkor kutatás is elkezdődött Miskolcon. 1891. augusztusában itt tőlünk nem olyan messze a Bársony János városi tisztügyésznek a háza alapozásakor találták meg azt a három szakócát, amire aztán egy ilyen tudomány felépülhetett. A helytörténeti múlt kiemelten fontos a múzeum vezetése számára. Ezt egy új, készülő kiállítással is bizonyítják majd. A papszer 2 valójában az avas kapujának is tekinthető. Itt fog nyílni egy nagyon érdekes történeti, helytörténeti kiállítás. Bodnár céheket fog bemutatni a kiállítás, amelyik az avashoz kapcsolódó mesterségnek a rejtelmeibe fog minket bevezetni. Ez egy együttműködés, amelynek a másik partner szervezete a Miskolciak az Avasért Alapítvány. Mindezek mellett a Miskolci Galéria Rákóczi házában is számos újdonsággal készülnek. A nagy múlt úti tárlat anyagát láthatja majd a közönség, és a galéria gyűjteményéből is összeállítanak egy tárlatot, ami a városi létre koncentrál. De nem csak kiállításokkal, hanem kedvezményekkel is készül a múzeum. 7000 kedvezményes éves családi jegyet már kiadtak a városi cégek dolgozóinak, de a hétköznapi hősökről sem feledkeznek meg. Minden nap ezzel vannak tele a hírek, hogy az egészségügyi dolgozók mekkora áldozatot hoznak a lakosságért, értünk. Ezt a Herman Otto Múzeum úgy szeretné megköszönni, hogy amikor ez a második veszélyhelyzet véget ér, akkor onnantól számítva annyi napon keresztül, ameddig ez a két veszélyhelyzet fönnállt, annyi napon keresztül a város és a megye egészségügyi dolgozóit 80%-os kedvezménnyel fogadjuk majd az intézményben. A tavalyi év végén családbarát múzeumdíjat elnyerő Herman Otto Múzeum jelenleg még zárva tart. A szakértők szerint még 1-2 hónapig nem is lesz lehetőség a nyitásra. De amint újra lehet látogatókat fogadni, a miskolci kiállítóterek 6 teljesen új, témáját tekintve is változatos tárlattal várják majd az érdeklődő közönséget.